mindenki ismeri a szoporinca betegséget, akinek van kutyája. A szoporinca betegségnél évek óta probléma, hogy a vakcinák nem hatásosak. És egy olyan egyedi mintaállomány és olyan tudástőke van Temesváron, amit kombinálva mi általunk fejlesztett eljárásokkal, úgy tűnik, hogy a végére tudunk ennek járni. Ez az egész abból indult, hogy volt egy nagyon jó kutatási ötlet. Még az annyira jó kutatási ötlet, hogy valóban piaci relevanciával is bír, ugyanis ez egy biotechnológiai kutatásnak igazi hasznosulása van. És elkezdtünk kommunikálni, beszélgetni. Kiderült, hogy ugyanazok a célok. Hálózatosodni, a meglévő erőforrásokat és tudásbázist megosztani, és ez az aláírás és ez a partnerség most ennek az egyik gyümölcse, hogy azon a kutatáson, ami kutatóként egy csodálatos dolog, túllépve mennyi mást is tudunk még csinálni, és mennyire hasonlóak a mi intézeteink. In the first, I think for us it's very important to know the new colleague with the same vision like us in the field of education, in field of the research, and in the field of innovation, because it's very, very important, and in the same time in the field of internationalization. This is very important for our university, and here to University of Pécs we find many opportunity and many common direction for education, for research and for internationalization. We spoke about the topics for future research, not only for Hungary, for Romania, but in the same time for the with the importance for Europe.